Boldogasszony kiállítás. Kortárs képzőművészek fogalmazták meg, mit jelent a magyarságnak Szűz Mária, az oltalmazó. Autistákért horgáztak. 5. éve ajánlják fel versenybevételüket a horgászok az autista gyermekek fejlesztésére, krízis alap létrehozására. Karnevál Színház. Társadalomkritika és humor keveredik a Szerelmi üzletek című darabban. Megkezdődött az olvasópróba. Ez a Szombathelyi Televízió híradója. A műsorvezető Potyondi Nikolett. Jó estét kívánok! Boldogasszony címmel kortárs magyar képzőművészek alkotásaiból nyílt kiállítás a Szombathelyi Szili János Egyházmegyei Gyűjtemény és Látogatóközpontban. A Nemzet Stratégiai Kutatóintézet válogatása a magyarok oltalmazó nagyasszonyának ábrázolásait állítja a figyelem középpontjába. Együtt énekelte a Boldogasszony anyánk című népéneket a kiállítás megnyitó közönsége. Sokáig ez volt a katolikus magyarság himnusza. Szövegét a szombathelyi születésű Lancsics Bonifác bencés szerzetes írta, mondta el Puskás Tivadar polgármester. Szent István király az országot felajánlotta Szűz Máriának, ő a magyarság oltalmazója, tartja a hagyomány. Alakja a ma emberének is többféle üzenetet hordoz. Mennyire fontos lenne újra tanulni ezeket a dolgokat, hogy a gyermek áldás, a házasság nem börtön, hanem kiteljesedés. Mária alakja tanítja az igazi nőiséget. A keresztény hit és a nemzeti értékek a jövő zálogát képviselik. Ez a gondolat vezérelte a szervező Nemzet Stratégiai Kutatóintézetet a tárlat összeállításában. Magyar nemzetnek a tagjai vagyunk, és a másik az, hogy Krisztus követők vagyunk, tehát keresztényekként kell megélnünk az életünket, és hogyha erre a két biztos értékre építjük föl gyerekeinknek, akár egyénenként, családon belül és közösségileg is az életét, akkor én azt gondolom, hogy a magyarságnak nem csak büszke múltja, hanem biztató jövője is van. Több mint 500 kortárs hazai és külhoni magyar alkotó fogalmazta meg, mit jelent a magyarságnak Boldogasszony sokrétű összetett személye. Ez egy nagy ívű vállalkozás, a mítikus időkben nyúló Istenasszonytól Szűz Máriáig ível, és ez különösen fontos a magyarság szempontjából, hogy megjelenjen és újra megjelenjen ez a kép. Az elmúlt 4 esztendőben a Vándor kiállítás számos felvidéki, kárpátaljai, délvidéki, erdélyi helyszínen bemutatkozott. Célja a nemzet határokon átívelő összetartásának jelképezése. Évről évre egyre többen ragadnak horgászbotot, hogy támogassák a megyében élő autista gyermekeket és családjaikat. Bíró Tibor 5. alkalommal szervezte meg a jótékonysági horgászversenyt, ezúttal az Ölbői tavon. Jó, 3 darab? Aha. Oké. 8-ban. 7. Kristóf fogását mérlegelik éppen, 89-en versenyeztek Ölbőn a horgászok az autista gyermekekért elnevezésű jótékonysági rendezvényen. A horgászok és számos önzetlen támogató jóvoltából több mint 1 millió forintot gyűjtöttek össze. Sikerült összepecáznatok az autista gyerekek támogatására. 1.161.200 forintot. A pénzt a Pont Más Vas megyei autista gyermekekért alapítvány, a Váci Mihály általános iskola autista csoportja és az Aranyhíd nevelési központ javára ajánlották fel. Abból a megindítatásból született ez az ötlet, 5 évvel ezelőtt, úgyis az 5. éve, hogy szervezem ezt a horgászversenyt, hogy jó magam is, illetve családom is érintett az autizmusban. Van egy 10 éves gyermekünk, aki ugye autizmussal él, és én úgy gondolom, hogy megpróbálunk segíteni a többi családnak az alapítványokon keresztül. A Pont Más Alapítvány a horgászok által adományozott összeget tavaly szülőtréningek szervezésére, fejlesztő eszközök vásárlására és egy krízis alap létrehozására fordította, utóbbi autista gyermeket nevelő, átmeneti nehézségekkel küzdő családok támogatására szolgál. Nagy örömmel jöttünk idén is, nem csak amiatt, hogy anyagi támogatást kapunk, még pedig nem keveset a horgászoktól, hanem egyszerűen jó látni azt, hogy olyan emberek, akik
nincsenek is érintve az autizmus által, a családjukban nincs autista gyermek vagy felnőtt, mégis jó szívvel és segítő szándékkal adakoznak és vesznek részt ezen a rendezvényen. A családi napot közös ebéd, rajzverseny és tombola színesítette. A verseny tavon Horváth Gábor fogta a legtöbb halat, 76,2 kilót, míg a legjobb női versenyzőnek járó díjat Félix Amina vehette át 44,2 kg-os összteljesítménnyel. A Képes Levelező Lapgyűjtők Egyesülete országos találkozójának egyik állomásaként minden eddiginél több anyagot tartalmazó kiállítás nyílt a Berzsenyi Dániel könyvtárban. A háromnapos szakmai összejövetelre hazánk minden tájáról érkeztek gyűjtők. Népdalokkal nyitotta meg a Képes Levelező Lapgyűjtők Egyesülete azt a tárlatot, amelynek a Berzsenyi Dániel könyvtár ad otthont. A kiállítás annak a háromnapos találkozónak a része, amelyre az ország minden tájáról, így a fővárosból, Nagyatádról, Lábodról, Tatabányáról, sőt még Németországból is érkeztek tagok. Nick Ferenc, a Magyar Kultúra Lovagrend alapítója, köszöntőjében ismerte el a gyűjtők fontos munkáját. A képességgyűjtő legfontosabb feladata az értékmentés. Megőrzik a 21. században a régmúltat, másodszor közösséget építenek, határok nélküli közösséget építenek, harmadszor emlékeztetnek. És ha jól belegondolunk, egy-egy képeslap ez nem más, mint egy-egy SMS a múltból. Rekordmennyiségű, a tavainál mintegy kétszer több anyagot tartalmaz az a tárlat, amelyre több ezer látogatót várnak. 70 négyzetméter területen közel 1500 képeslap kerül bemutatásra, tehát aki minden alaposan végig akar nézni, annak többször vissza kell ide jönni, hogy át tudja tekinteni. A Mátyás királyról szóló kiállítási anyagot egy nagy kanizsai gyűjtő bocsátotta a szervezők rendelkezésére, ezzel is kapcsolódva az idei Mátyás király emlékévhez. Én ezt nagyon régen kezdtem el gyűjteni, még valamikor az elején, úgyhogy hát amikor az ember megy egy antikváriumba, vagy valahova, valakihez, akkor, és ami még nincs meg, akkor hamar éri kapja. Hegyfaluról is érkezett anyag a Képeslap Múzeumból. Az alapítónak most több mint 70 képeslapja kapott itt helyet, információs résszel kiegészítve. A Rábóközi településnek összes települése legalább egy darab képeslap be van itt mutatva, a településnek a rövid szövegével, bemutatkozó, vagy hogy mondjam, leírásával, és maga a gyűjteményben minden településre van más képeslapom is otthon, de az, aki eljön a múzeumban látogatóba, azt meg tudom mutatni. A 29. gyűjtő találkozónak az éves közgyűlésen, a lapcseréken és a szakmai előadásokon túl az egyik legfontosabb része évről évre a kiállítás megnyitása. A tárlat a könyvtár nyitvatartási ideje alatt augusztus 2-áig látogatható. Karmester, dal és opera, zongora, valamint fuvola mesterkurzus tartanak a professzorok a szombathelyi Bartók szemináriumon. A képzés mellett a számos koncert és családi program is várja a résztvevőket a több mint 3 évtizedes hagyománnyal bíró fesztiválon. Kádár Viktória Handel Alcsina című darabjának részletét gyakorolja Komlósi Ildikó irányításával. Viktória Svájcban tanul operaéneklést, de azt mondja, pár nap alatt is sokat fejlődött a hangképzése. Ő a néhány szerencsés növendék egyike, aki a héten részese lehet a képzésnek a Bartók Szeminárium dal és opera mesterkurzusán. Egy ilyen mesterkurzus mindig nagyon fontos az ember életében, visszajelzésként is akár, hogy hol tart a pályájában, illetve hogy milyen javítani valókra van még szükség. Komlósi Ildikó nem csak tanít, énekelni is hallhatja őt a fesztivál közönsége. Judit szerepében lép színpadra az először éppen 100 éve bemutatott a Kékszakállú Hercegvára című Bartók operában. A vasárnapi előadásunk lesz a 177. előadásom. Még mindig tanulok én, Judittól, Bartóktól, még mindig fedezek fel, és ha valaki azt mondja, hogy ezek után ezt meg lehet unni, én kétlem. Az operát Hamar Zsolt vezényli majd, és ő lesz az előadás rendezője is. A szemináriumon Alice Díjas karmester is oktatja a világ minden tájáról érkezett hallgatóit.
A mesterkurzusok kiemelt célja az, hogy a növendékek elsajátíthassák Bartók Béla műveinek hiteles előadásmódját, és később elkötelezett tolmácsolói legyenek az életműnek. Magyarországon azok a művészek, akik a legszakavatottabbak az ő zenei világában, azok mondják el mesterkurzuson a külföldieknek, az ide látogatóknak, hogy mit is gondolhatott, mi volt az a millió, az a világ, amiben Bartók élt és alkotott. Balogh József zongora művész és Itzés Gergely fúvola művész is mesterkurzust tart Szombathelyen. Hallgatóik záró koncertjét pénteken hallhatja a közönség. Szórakoztatónak és szókimondónak ígérkezik a Karneval Színház idei előadása. Valló Péter egy 18. századi francia komédia átdolgozott változatát rendezi Szerelmi üzletek címmel. A fontosabb szerepeket Bezerédi Zoltán, Nagy Cili és Jordán Tamás alakítja. A színház aulájában gyülekeznek a Karneval Színház szereplői. Számukra véget ért az évadot követő nyári szünet, egy hónappal a bemutató előtt megkezdődtek az olvasópróbák. Ez nekünk egy nagyon jó szórakozás. Ilyenkor mi kötetlenül vagyunk együtt, kicsit lazább, csak ez van, nincsen más feladat, és akkor együtt ebédelünk, vacsorázunk. És nem csak vizet iszunk vacsora után, tehát nagyon jó hangulat van, bemelegítés a szezonra, és hát általában a többsége az jól sikerült. Alain René Lesage 1709-ben írt darabjában nincs igaz szerelem, barátság, hűség, együttérzés, ezek látszata is csupán egy jól fölépített üzleti modell része. Mindenkit a képmutatás irányít, így a dúsgazdag, de zavaros hátterű urat is, akit a Karneval Színházak rendszeres visszatérője, Bezerédi Zoltán alakít. Ez egy nagyon érdekes francia darab, kicsit szókimondó, már olyan értelemben, hogy keményebben fogalmaz bizonyos területeken, mint ahogy ezt elvárná a mai közönség. Reméljük, hogy ez így is fog hatni. A megözvegyült báróné kettős játékot űz a jóképű, de nincs telen Márkival és a dúsgazdag üzletemberrel. A beosztottjai ideig óráig megmentik a lebukástól. A fortélyos szobalány szerepében Alberti Zsófit láthatja a közönség. Én is szerelmes leszek, ráadásul az új fiúba, az Antal Csabába, úgyhogy ez nekem nagyon izgalmas, mert ez mindig jó, hogyha olyan partnerrel találkozunk, akivel még nem. Meg annak is külön örülök, hogy a Vallóval dolgozhatok, mert mióta elmentem szülni. 2014-ben dolgoztunk utoljára együtt, és nagyon szeretek vele lenni, és ez most egy izgimelónak tűnik. Társadalomkritika és humor keveredik a Szerelmi üzletek című darabban. Az előadást augusztus 16-án mutatják be először a Megyeháza udvarán. Hét érmet nyertek az ELTE Szavárja Egyetemi Központjának asztali teniszezői a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság döntőjében. A szombathelyiek 4. és 3. helyezést gyűjtöttek be. Idén Pécset rendezték meg a MEFOB asztali tenisz döntőjét, melyen 8 versenyzővel képviseltette magát az ELTE Szavárja Egyetemi Központja. Közülük 7 a profik között indultak, míg egy versenyző az amatőrök viadalán állt asztalhoz. A szombathelyek minden előzetes várakozást felülmúltak szereplésükkel, ugyanis 4 ezüst, valamint 3 bronzérmet hoztak haza. Ez a mostani 7 érmünk, ez volt a valaha elért legjobb eredmény, és a jó érzés ott lenni, amikor már várnak bennünket, és olyan elismeréssel szólnak a csapatunkról, hozzáértő, szakértő sportszakemberek, és Szombathely meghatározóvá vált ebben az értelemben az asztali tenisznek az ebben az amatőr és a profi határán lévő egyetemi főiskolai bajnokságok rendszerében. A verseny színvonalára garanciát jelentett az a tény, hogy több jelenlegi és egykori korosztályos válogatott asztali teniszező is az indulók között volt. Ilyen erős mezőnyben pedig minden apró pontért, győzelemért hihetetlenül meg kellett küzdeni. Nem is beszélve a dobogós helyezésekről. Minden évben a színvonal egyre magasabb lesz, ezáltal extraligás, NB1-es volt játékosok is neveznek folyamatosan. A szombathelyi csapata 7 éremnek, valamint a több értékes helyezésnek köszönhetően megnyerte a nem hivatalos pontversenyt, azaz asztali teniszben az ELTE SEK jelenleg a legjobb felsőoktatási intézmény Magyarországon.
A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!